Hello! Jó reggelt kívánok! Ismét hétfő reggel van. 8:54, és úgy döntöttem, hogy ezen a héten egy heti vlogot fogok készíteni. Ahogy látjátok, új hajam van, egy fodrászatban befestették vörösre, és nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon szeretem, és a jövőben még egy kicsit világosítani is fogunk rajta, de egyelőre csodálatosan szép, és úgy döntöttem, hogy egy heti vloggal fogok most jönni, ami azt jelenti, hogy minden nap fogok egy picit vlogolni. Nagyon sokat fogok ezen a héten dolgozni, úgyhogy csak reggel és este fogok kamerát ragadni, mert napközben a munkával nem fogok videózni. Viszont ma még szabadnapos vagyok, és elmegyünk egy csodálatos fotózásra. Ugyanis ma fotózzuk be a podcastünk 3. évadának promóciós anyagát, mert nagyon-nagyon izgatott vagyok, bemegyünk Budapestre, és meglátjuk, hogy hogy alakul. Csinálok majd néhány felvételt is, a hajam ilyen lesz, két váltás ruhát megmutat, hogy egyszer még át fogunk majd öltözni, két szedben fogunk fotózkodni. Az első szedhez azt gondoltam, hogy így lesz a hajam, a másodikhoz meg majd feltűzöm egy picit. Úgyhogy most még a smink hátra van. A reggeli kávé nem maradhat el. Ugye? Úgy éreztem, hogy ott nem nagyon látszott a hajam, a hajszínen, de amúgy vörös, és egyébként élőben sokkal jobban látszik, mint kamerán. De így néz ki. Visszaértem a fotózásról, nagyon jó volt, de iszonyúan elfáradtam. Át is öltöztem, mert hosszú nadrág volt rajtam, mivel ez egy őszi es fotózás volt, ugyanis a podcastünk az ősszel fog érkezni, a 3. évad, és ezért ilyen ősziesebb fotókat szerettünk volna, ami szerint nagyon-nagyon-nagyon jó helyszíneket választottunk. Úgyhogy szerintem a helyszínekkel, meg a fotóval önmagában nem lesz gond. Hát az a helyzet, hogy 30 fok van ma, úgyhogy egy nehéz volt azért az őszies vibe-ot hozni, de megtettük, amit lehetett. És tudjátok, hogy egy könyves bódé, könyves kocsi előtt is fotózkodtunk, és onnan vásároltam két könyvet is. Hát megmutatom. Az egyik Szabó Évától a Két csillag közt című könyv. Szabó Évának ez egy verses kötete. Én szeretem amúgy a verseket, szoktam írogatni is, és nagyon-nagyon szeretek verset olvasni, úgyhogy mindig ilyen új verses köteteket is szívesen a kezembe fogok, úgyhogy én ezt fogom majd olvasgatni a következő hetekben, napokban. A másik pedig, ennek a borítója tetszett meg, habár elég morbid számomra a borítója.
de nagyon érdekes. Ez egy japán történet. Kaname és Misako nevű szereplőkről van benne szó. Hát és az a címe, hogy, ja igen, az író Tanizaki Junichiro. Tanizaki Junichiro írta, és az a cím, hogy aki a keserű füvet szereti. Egy házasságról szól, egy félresiklott házasságról, és arról, hogy el fognak-e válni, vagy nem. Az igazán fontos része a dolognak. Körülbelül egy hete megkeresett engem Zsannak. Ő kézzel készített füzeteket csinál, de más ilyen papír termékeket is árusít, például mindjárt mutatom, hogy miket. A lényeg, hogy felajánlotta nekem, hogy szívesen küld néhány dolgot a termékei közül, és iszonyatosan cuki dolgai vannak. Úristen, mindjárt mutatom, de nagyon-nagyon el lehet ájulni a termékeitől. Lerakom majd a leírásba az elérhetőségét. Ez nem szponzorált tartalom, csak ajánlás, barter, együttműködés, ha úgy tetszik. Úgyhogy bontsuk ki szerintem. Ebbe az acskóba kaptam meg. Zsanna odahozta a fotózás helyszínére, a Vivina Caféba. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Nézzük meg, hogy mit rejt az acskó. Először is van egy ilyen kis barna naturpapírunk, amiben tudom, hogy mi lesz benne, mert tudom. Úristen. Amikor ezt megláttam a weboldalán. Úristen. Mindjárt sírok. Nagyon cuki. Ezt nézzétek, ez a Coffee Shop print a weboldalán meg lehet találni. Kettőt is rendeltem. Miért is? Majd megtudjátok. Szóval ez. Majd csinálok rendes felvételt is mindenről, amit kaptam. De mennyire cuki már. Itt van egy kis macska, itt chillel az ablakban. Milyen aranyos részletek vannak rajta. Meg kell találnom a tökéletes helyet neki. Úristen. Na jó. Gyerekek. Mennyire cuki már. Nézzétek meg, annyira imádom, amikor így vannak a dolgok becsomagolva. Aj, ki sem merem bontani, mert olyan aranyosan van becsomagolva. Egy könyvjelző is van benne. Hát hogy én teljesen ki vagyok. Bocsánat, imádok ilyeneket kibontani, és az, hogy tudom, hogy ez egy kézzel készült, és benne van a gondolata, a munkája, a törődés, benne van az, hogy ő ezt kitalálta, és hogy termékké kovácsolta, ez egyszerűen csodálatos. Iszonyúan szeretek kávézni, imádom a kávét, és miért is ne egy kotyogós füzet, ugye? És akkor a csoda, másik csoda, az ez a heti tervező. Iszonyú cukik. Látjátok? Nagyon-nagyon szuper. A másik, ugyanúgy van benne egy ilyen molyos tervező, ez a két füzet, amit még kaptam. Ez a kis heti tervező hozzá. Úgyhogy képzeljétek el, hogy ebből lesz egy nyereményjáték az Insta oldalamon, úgyhogy érdemes bekövetni engem. Instagramon is a Records of Fanny név alatt találtok. Tehát ezeket meg lehet majd nyerni, illetve amit korábban mutattam, azt a printet, a Coffee Shop printet is meg lehet nyerni. Szóval ez mind Zsannának, az Anna Zoo Designtól a munkája. És nagyon-nagyon köszönöm még egyszer, és alig várom, hogy csináljuk a nyereményjátékot.
Hát, nem vagyok túl motivált a mai munkával kapcsolatban, mert mindig, amikor szabad nap után megyek dolgozni, az olyan, hogy főleg a tegnapi fotózás után olyan fura visszatérni egy rendes 8 órás esetemben 10-11 órás és 8 órás munkába. Most nagyon unmotivated vagyok, de szurkoljatok, hogy jól legyen a nap, és élvezzem a munkát. Tudjátok, mit csinálok, amikor iszonyúan rossz kedvem van? Fölhangosítom a zenét és táncolok. Ebédet kell főznöm. Igen. Este 8-kor ebédet kell főznöm. Igen. El kell fogadni a tényt, mert szombat estig dolgozom mostantól kezdve, és a legrövidebb napom, munkanapom, az 10 óra lesz. A többi az mind 11. Szóval két 11 órát és két 10 órát fogok letolni a következő napokban, szóval muszáj ebédet főznöm, mert nem akarok kaját rendelni. Miért is rendelnék? És az all-time favorite körizs kajám, amit még én is meg tudok csinálni finomra, az ez. Street kitchen körizs csirke mazsolás rizssel. Ezt fogjuk most megcsinálni. Ez amúgy egy tök gyors kaja, szóval reményeim szerint kb. Fél óra alatt meg leszek vele, és akkor utána lazíthatok, de nagyon nehéz lesz. Thank you.
dolgozni. Gyerekek, ez az időjárás. Perfection. Miért? Mert villámlik, mert dörögni fog, és esni fog az eső, és imádom, amikor, most ezt becsuktam ezt az ajtót, de amikor tudod, nyitva van az ajtó, és így minden dől, imádom. Szélhangja, legjobb. Végül is úgy alakult, hogy a következő két napban félnapozni fogok, úgyhogy fél napot itthon leszek, szóval ez jó a vlognak, és jó az én mentális egészségemnek, ugyanis a tudat, hogy minden nap 10 és 11 órát dolgozzak, az valahogy most nagyon-nagyon nem akart nekem működni. Úgyhogy végül is úgy alakult, hogy nem is kell. Úgyhogy már nagyon várom. Ma nagyon chilles estét tervezek, hajat mosok, olvasok, talán megnézem a Gyilkos a házban a új évadának új részét, Meryl Streep a vendégszereplő, úgyhogy gyerekek, nézzétek! Sikerült a beosztást átvariálni, és így nem fogok 10 órával többet dolgozni ezen a héten. Úgyhogy a mai délelőttöt ágyban töltöttem, kb. 9:30-kor keltem fel, aztán egy finom kis reggelit ettem közben, néztem YouTube videókat, és gyerekek, én már teljesen őszi hangulatban vagyok. Arra lehet számítani most a csatornán, hogy csak őszi videók fognak jönni. Sajnálom, sajnálom. Mindenféle őszi hangulatú videót szeretnék. Tervezek lakásdekorálást, tervezek hálószoba átalakítást, tervezek konyha szépítést, átalakítást. Persze budget függő, de igyekszem. Sőt, szeretném, hogyha a lakásom ilyen kózi,
spooky, warm és hasonló vibe-okat produkálna, és már elkezdtem tervezni fejben. A hálószobában szeretnék egy olyan falat, amit teljesen beterítek régi könyvek kitépet lapjaival. Úristen, az milyen jól fog kinézni. Szeretnék olyat is, amikor elmegyek a városba, beülök egy kávézóba olvasni, sétálok egy olyan parkba, ahol tök szépek a fák, elmegyek turkálni, őszi outfiteket, találkozok barátokkal, akár az se zavarna, ha esne az eső, szóval ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon őszies vibe-okat. Szóval úgy azt szeretném, ha idén ősszel nem csak ez a bekózizós otthoni hangulat lenne, hanem egy kicsit ilyen outgoing témákat is szeretnék csinálni. Az összes őszi filmet, az összes őszi hangulatú filmet meg akarom nézni. Már ma elkezdtem a Gilmore Girls-t, vagyis folytatom, a 7. résznél járok az első évadban, mert még valamikor idén elkezdtem. Én még sosem néztem végig. Hogyha ti is őszi mádok vagytok, akkor írjatok őszi videó ötleteket nekem. Bár rengeteg ötletem van, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit szerettek az őszi YouTube-ban. Szóval inkább vlogokat, vagy inkább ilyen dekorációs tartalmakat, sütős tartalmakat, olvasós, könyvajánlós, filmajánlós. Szóval mi az, amit szerettek össze. Illetve menjetek a Vadvirágos Lányok Insta oldalunkra is, mert ősszel, ha minden jól megy, szeptemberben indul a 3. évadunk, ami egyszerűen, tehát hogy annyira izgatottak vagyunk, mert végre úgy érezzük, hogy megtaláltuk a vezérfonalunkat, megtaláltuk a célunkat ezzel az egész podcasttel kapcsolatban. Eddig az első 2 évad igazából arról szólt, hogy kipróbáltuk magunkat benne, de ez a 3. évad úgy érezzük, hogy most már egy olyan évad lesz, amit nem csak a podcasttel fogunk eltölteni, hanem egy közösséget is szeretnénk építeni a Vadvirágos Lányok Instagramra. Úgyhogy ha érdekel, hogy miről is van szó és mi lesz, akkor kövessetek ott is be minket. Minden link a leírásban lesz. Elkezdek tervezni, leírni mindent, ami az agyamban van, mert az az igazság, hogy kicsit most túltoltam a dolgokat így agyban. Egyfolytában komolyan, ahogy felkelek, onnantól kezdve az agyam így minden tervem, minden ötletem, minden így egyszer így bezúdul, értitek? És az az egyetlen relaxáció nekem, hogy alszom. Azon kívül minden pillanatban az agyam az így pörög ezerrel, és akkor, tehát hogy így egy csomó ötlet a Vadvirágos Lányokra, a saját Instagramomra, a TikTokomra, a színészkedős TikTokomra, a YouTube-ra, ez rengeteg hobbi, és ezen kívül szeretnék újra össze egy csomót olvasni, úgyhogy azt is szeretném, hogy összeszedni őszi könyveket, szóval ha arra is van ötletetek, hogy mi az a, elmondom a kis szavakat, amik érdekelnek egy könyvben, vagy így ez a vibe, az érzés, hogy legyen egy kicsit ilyen didergős, ilyen spooky, ilyen kicsit ijesztő, legyen ilyen bekuckózós, lehet akár románcról, lehet thriller, lehet minimális horror, de a lényeg, hogy ahogy olvasom, akkor így érezem azt, hogy ilyen őszi, cozy, spooky vibe-ja van. Szóval, hogyha bármilyen könyv ötletetek van, amit idén ősszel olvashatok, akkor kérlek azt is írjátok le a leírásba, vagyis kommentbe. És igen, szóval ott tartottam, hogy rengeteg minden van a fejembe, és általában az szokott lenni, hogy ezek ott is maradnak a fejembe, és a fele eszembe jut, és megvalósítom, a fele meg pedig így elvész. Szóval most azt szeretném, hogy az egészet egyébként is így kiírni magamból. Na, minden esetre rengeteg termem és ötletem van tartalomgyártás terén, és valahogy úgy érzem, hogy most jött el az én időm. Hogy egészen eddig csak így bele-bele kaptam a dolgokba, de most már így, mint hogyha megtaláltam volna az utat, hogy mi az az út, az a hely ezen az internet felületen, ami,
ahol egy Fanny alakú luk van, és ezt be kell töltenem. Úgyhogy remélem, hogy velem tartotok, és minden tartalomgyártó álma az, hogy visszajelzést kapjon. Úgyhogy én csak arra kérlek titeket, hogyha végignézitek ezt a videót, amit most néztek, akkor mindenképpen hagyjatok magatok után jelet, akár egy lájkkal, akár egy bekövetéssel, akár egy kommentel. Az előző videó alatt is rengeteg kommentet olvastam el, és annyira jól esik, hogyha imádjátok az őszt, akkor mindenképpen maradjatok velem, mert erre lehet számítani, és én olyan izgatott vagyok. Úgy érzem, hogy végre idén először igazán bele fogom magamat élni. Szerintem én így el is búcsúzom tőletek, ne menjetek el, mert még azért lesz itt még egy kis videó részlet, de nem fogok már többet beszélni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a héten. Remélem, hogy élveztétek, remélem, hogy egy kicsit ki tudtatok szakadni a hétköznapokból, és találkozunk a következő videóban. Igyekszem hetente videót csinálni, de két hetente biztos. De hetente is igyekszem, főleg ősszel, mert rengeteg ötletem van, csak hogy ezeket most le kell írnom. Legyetek jók, vagy ne. Legyetek önmagatok. Sziasztok!